Na, sziasztok, itt vagyunk Békésen, és most az Alföldi első gazdasági vasút Békés-Békéssebb a szakaszát fogom bejárni. Egy kis kitérővel, mert itt a pálinka főzde mögött, ami régen egyébként malom volt, ide vezetett be egy szárnyvonal, és hát inkább egy iparvágány, és annak itt volt a töltése. Itt egy híd az megmarad, de oda most nem tudok bevenni, akkor a gaz van, viszont van róla képen, majd bevágom ide. Egy vasbeton híd megmarad belőle, az a kis vasútnak a hídja volt, és így átlósan itt jött a töltés, és itt a Tavasz utcán, itt ment tovább. Tehát itt inkább a járda vonalában, de majd mutatok majd az utca végén egy egyértelmű nyomot is, de itt ezen az utcán, és akkor itt a töltés fog úgy követni, és ugye egészen Békésebbáig fogok majd menni a kisvasút töltésén. És hát ami megmarad belőle, mert itt Békésen vannak még tárgyi emlékei, sőt Békésebbán is, de azt majd, ha odaértem, akkor. Látjátok, itt volt ez volt a kisvasútnak a töltése. Simon alatt azt a békés szakasz az egy idő 1961 környékén számolták föl. Szóval itt még jól látszik, hogy itt vezetett ki a marvágány, és itt jött az út helyén, itt azokat a Csallóközi utcán vagyunk, és itt jött a helyén. Viszont az egyik bevezetett a Nosztratárházba, ami meg a gátnál van. Csak ugye most már ide épült ez az épület, már nem látszik, de majd el fogok menni a családok közül, és ott megmutatom, hogy hol volt pontosan a kiágazás, ahol magából egyébként a háttérben látszik a ködös híd. Tehát azon keresztül, hát csak akkor még egy másik híd volt, ott egy régi vashíd volt, akkoriban, amikor még a vasút járt, és azon ment át a vonat a ködösön. Tehát ez egy közös közúti vasúti híd volt, és előtte a családok közé utcánál volt a váltó, ott ágazott ki az ágyvonal, és itt valahol itt lehetett még egy váltó, ahol kiágazott a tárház felé menő iparvágány. De van, mindjárt meg fogjuk nézni. Van itt a Csallóközi utca, és itt jött egyébként az iparvágány, és ott valahol a túloldalt ment a vasúti töltés. Ugye a régi híthoz felvezető út egy picivel arrébb volt, és azon ment a híd. Hát most én itt tudok mellette menni, és majd amikor a bicikli út a túloldalt van, az a kis vasút töltésére épült. Tehát ott majd visszamegyek a nyomvonalra, és onnan fogom követni. Egyébként volt is itt egy megálló hely, itt valahol. Nagyjából ott az a buszmegálló volt, ez a szinten Békés Ködöspart néven, itt volt egy megállója a kisvasútnak. A következő belvárosi megállója pedig a Piasztért téri volt Békésen, vagy főtér, vagy Széchenyi tér. Nem tudom pontosan, hogy hívták, mikor megszűnt. A megálló helyén viszont épült egy áruház, de majd azt is megmutatom. Na, és akkor innen már konkrétan a kisvasút helyén megyek. Látjátok, hogy itt ment a töltés, ennek a helyére épült a bicikliút. És ez egészen a piacig, vagy hát a Széchenyi térig. Ez ilyen lesz. Majd ott jelentkezek, itt igazából semmi érdekes nincsen, és nyoma sincs már a kis vonatnak. Itt volt. Valahol itt volt egyébként a Széchenyi tér nevű megálló Békésen, és ez az áruház épült a megálló helyére, és a kisvasút itt ment valahol. Ezen a részen, itt nagyjából a bicikliút az leköveti. Hát itt meg Békés másik jelzetessége, vagy hát nevezetessége, ez a Dübögő étterem. Megmutatom arra is, hogy innen jöttünk. Tehát itt egészen itt a Rákóczi út mellett jött végig a kisvasút, és így tárta fel a várost, és itt még tovább ment egyenesen. Majd ott azt hiszem Görögkeleti templomnak hívják, ott fordult el a málvállomás felé, de majd azt is megmutatom nektek. Szóval ez egy kicsit odébb van. De most még itt teszek egy kitérőt Békésen belül, egy másik nevezetességet megmutatok nektek, arra nem csináltam vlogot. Na majd most lesz. Hát tehát a Békési nevezetesség, ez a másik, ezt még sosem mutattam meg nektek. Az Asztalos utcai átézékút. Innen hordja az Oli bácsi az átézé vizet. Ez egy melegvízű kút ez, tehát olyan termálvíz folyik belőle. Nézzük.
látani a ha. Tehát innen lehet, ez a 2 liter ATZ víz, az innen származik, Zoli már csinál. Mert legalább egy kicsit mutattam nektek. Itt ez is helyi nevezetesség. Vasszalos utcai ATZ út. És folyamatosan folyik a víz. 3 csecse is van neki. Egyszerre 3-an is tankolhatnak innen. És egyébként itt más is szokott ebből főzni, meg más is visz innen főzésre vizet. Nem csak Zoli bácsi. Hát innen van is egy kép, amikor itt van a gőzös, és itt megy Ludat fele, tehát így jött a vasúti pálya, és itt az úton a Kossuth utcán ment egészen a Békési Máv állomásig. Hát itt mellette a bicikli úton tudok haladni. Egyébként itt az úton, vagyis hát az út helyén ment. Egykor a kis vasút. Ezt fogjuk most bejárni. Aztán majd ott a Május 1 parkon keresztül már nem tudom követni. Mert benne ugye az a rész már beépül, de a nyomvonalat azt majd megmutatom. Hát most így haladunk a vasútállomás fele, ahol ugye átlakó is volt a két nyomtáv között. Sőt, volt egy felvételi épülete külön az Alföldi Első Gazdasági Vasútnak, de azt már elbontották, amikor ugye a Malmot lebontották, meg megépült a Lidl. De még arról is van egy archív képen majd. Bevágom ide a videóba. Igen, itt volt a kisvasútnak a Békés Máv nevezetű megállóhelye. Nagyjából a felvételi épület az ott volt, ahol most a Lidl van. Igen, hát annak a helyére épült. Már aztán már korábban is lebontották. És itt a Május 1 park felé fordult el, illetve azon keresztül valahogy. És a később ott a Puskaporostónál fordult rá most mostani kisvasút sorra, tehát azért még egy utcai törzi a nevét. De majd arrafele megyünk és megmutatom. Itt jött a kisvasút, egyébként itt így átlósan, ez be, és errefele, ez volt a kisvasút utca, ahol most megyek. Hát akkor most konkrétan ráfordulok a töltésre. Ez a kisvasút utca. Ennyi maradt a kisvasútból innen, ez a utca megőrizte az emlékét. És hát így szépen így a város határáig így el tudok ezen menni. És itt van a Puskaporostó, emellett jött el. Na, látjátok itt, ezek a pózdák jól mutatják a kisvasútnak a nyomvonalát, de egyébként itt ment vissza, de amikor csak arra nem tudok menni, de itt megy rá a kerékpárútra. Vagy legalábbis a kerékpárút az a kisvasút egykori töltésére épült, és itt kanyarodik.
Tehát ugye maga ez a 470-es út Békés vagy Békés között, és ott a Kokárd pálya mellett itt jött ezen a... Hát itt csak földúp alatt a kisvasút helyén. Szóval igen, itt ment a kisvasút egykor, és itt volt egy megállóhely ezen a környéken, Borosgyán néven, meg ország lakodó is, mert itt mögöttünk vannak egyébként a Borosgyán néványatalak, ahol régen azt hiszem homokbánya volt, és szerintem vezetett oda be iparvágány, és meg az is lehet, hogy ez az épület a kisvasúthoz tartozott, de erre most nem esküdnék meg, mert korabeli rajzon vagy fényképen meg nincs, egyébként arrafele vannak a bányatavak. És hát itt valóban most vonatpótlók vagyunk, szóval kicsivel később majd lesznek egyéb tárgyi emlékei is a kisvasútnak. Ott az úgynevezett Nagykanyar után a Bandikafánál, ott még távírópóznák is megvannak, és tegnap pont ugye kocsival is erre jártunk, és direkt figyeltem, hogy merre, és ott vannak a távírópóznák, tehát azt majd megmutatom nektek. Tehát egyébként csak haladjunk tovább. Innestől kezdve egész Békésebb állj már a kerékpárút, az követi a kisvasutat. Egyébként fejkamerával is veszem az utat, úgyhogy remélhetőleg az is jó felvétel lesz, és majd a fejkamerásból is tudok ide bevágni anyagokat. De hát haladjunk előre, aztán majd Békésebb a környékén jelentkezek ismét. Az egyik tárgyi emléke a kisvasútnak, látjátok, ez egy régi távírópózna, és itt még van belőle egy pár, és ezzel még a vezeték is eddig rajta van. Ez a hagyományos kéteres távíró vezeték. Ilyenen értekeztek még a vasút hőskorában. És ebből a póznából, vagy ezekből a fajta póznákból van még itt errefele egy pár. És ide a bicikliutat csak 2000-es évek közepe környékén építették meg, Békés az megcsinálta a Nagykanyarig, ameddig az ő területe tartott, és ide csak később, de már vagy 15 éve itt is megvan. Egy, itt lehet azért haladni, és látjátok, ezek a távírópóznák azóta is megvannak, de ennyi, de egyébként itt jött a kis vonat is. És itt egy olyan kb. 40 km per óra sebességgel ment az utolsó éveibe, mert az 50-es években modernizálták teljesen az egész a pályát, a járműveket, mindent, tehát jöttek a négytengelyes vagonok, meg az MK48-as dízelek a gőzösök helyett, és utána egy-két évvel rá meg megszüntették. Tehát logika az azért akkor is volt. Egyébként, na itt van még egy távírópózna. És 1960-as tanulmány mondta ki, hogy 1985-ig minden fejlesztés nélkül is fenntartható a kisvasúton a forgalom. De ennek ellenére megszüntették. Illetve volt egy olyan terv Békés Csaba esetén, hogy a belvárosi nyomvonalat szüntessék meg, és épüljön egy elkerülő a nagyvasút mellett, ami így északról kerülte volna el a város. És valahol, ott a, hát a gondolomból valahol a mostani elkerülő környékén csatlakozhatott volna be a hálózatba. Ahogy Nyíregyházán is történt, hogy ott is elkerülő nyomvonal épült. Tehát az se volt egy jó döntés, mint utólag kiderült. Látjátok, a kisvasút az valahol itt jött egyébként, nem biztos, hogy pont a járdán, lehet, hogy mellette az úton, viszont itt vett egy íves kanyart, hát így, íves kanyart írt, és itt ment egyenesen a Knell nyomda fele. Hát most már, úgy látom már marzeg, de régebben ugye az volt a nyomda épület, és akkor hatalmas Knell felirat volt fönt. De helyiségeket itt ment egészen a Kossuth térig. Igen, itt is volt valahol itt a Békési úton is egy megállója, de nem tudom pontosan, hogy hol, úgyhogy az most kimaradt. Viszont a Kossuth téri megálló az pontosan lehet tudni hol volt, és még az épülete is megmaradt. Úgyhogy azt meg is tudom nektek majd mutatni. Úgyhogy amint zöldre vált a lámpa, itt át is fogok menni, mondjuk most. És látjátok, itt ment tovább a vasút. Valahol, nem biztos, hogy pont a járdán, de ugye ezen az úton alatt, és akkor egyenesen ment a Kossuth térig.
éppenségen itt van. Ez volt a Békés Csaba Kossuth télállomás, és ez volt a kisvasútnak az állomás épülete. Itt jegypénztár is működött, és látjátok, hogy itt egy emléktábla is van. A 100 éves emlékére, hát a sajnos a kisvasút már nem élte meg, de állítottak egy emléktáblát neki. És hát igen, innen jött. Hát így jött egyenesen a kisvasút, és itt volt egy iparvágány kiágazása, ott az István Malom felé, az pedig itt ment. Itt ágazott valahol ki, és akkor ezen az úton, itt ezt az épületet megkerülve, és ma az élővíz csatornán pedig egy vasbeton hídon keresztül ment át. De azt most nem nézem meg, azt már egy korábbi videóban, amikor az István Malomnak az iparvágányát mutattam be, ott már említettem ezt a hidat, és erről még fotók is fennmaradtak. Azt abban a videóban be is vágtam, ha jól emlékszem. Most a keskeny nyomtávú vasutat fogom követni, ami tovább ment, ott az evangélikus templom mellett ment el, és az Andrássy útra, vagyis hát akkor még szállítótnak hívták, a sétáló utcára fordult rá. És ott ment egyenesen, és erről viszont innen vannak fényképek, ezt majd levágom a videóba. Na szóval itt, valahol itt fordult a kisvasútra, az Andrássy útra, egyébként ami itt van előttünk, tehát valahogy így jött ívben. És mutatom, hogy errefele, tehát innen jött egyenesen, és itt volt benne egy ív. Tehát valahol itt jött, de majd mindjárt itt átmegyünk megint vonatpótlóba, meg kicsit arrébb megyek, ahol nem süti le a nap nagyon. Igen, csak közben igen, itt jó tett egyébként itt a térnek, hogy sétáló utcává átalakították, hogy egyetlen sétálós placcá, és autók nem hajthatnak videbe. De egyébként az Andrássy útnak is jót tett. De valahol itt jött, itt van, hogy itt volt a Jókai Színház, nem tudom, hogy itt, ja, ez volt az, régen, nem tudom, még most is üzemele, mint színház, de itt ment el a vágány előtte, azt hiszem itt valahol a túloldalt ment. Ugye megpróbálok ide ráfordulni. Valahol itt jöhetett a vasút annó, itt volt egy vágányú, ugye végig egy vágányú volt az a kis vasút, de valahol itt, ahol most vagyok, itt jöhetett. Tehát itt jött a kis vasút, most már itt valahol, ezen a környéken. És pontosan nem lehet behatárolni merre, viszont itt volt egy megállóhelye. Itt vagyunk egyébként a Csaba Center előtt, a Jókai Andrássy sarok. És itt volt egy kitérős megállóhelye, ahol forgalmi kitérő volt, ezt hívták Sztálin úti kitérőnek, és itt volt kitérővágány. Azt hiszem iparvágány kiágazás az nem volt sem merre, viszont itt tudták egymást elkerülni a szerelvények. Ez volt az egyik ilyen szakasz, azt hiszem a Kossuth télen is. Ez megoldható volt, mert Békésebán voltak helyi járatok is a kisvasúton, ami csak a helyi közlekedés szolgálta ki. És tehát itt egy sűrű volt a forgalom, mint egyébként, tehát itt a szerelvények itt tudták egymást kikerülni. És innen már őket tényleg ezen az útvonalon ment. Én már nem emlékszem, mert itt majd ha túloldal fele átmegyünk, akkor ott jobban látszik, mert ott még vannak nyomai a töltésnek. Hát már nem nagyon, de azért egy-két kivehető nyoma még van, és a vasútállomás előtt fordult el a kisvasúti pályaudvarra, amelyik a mostani buszvégállomás helyén van. Itt ez a kereszteződés, ez azért nevezetes a kisvasút szempontjából, mert itt jött az István Malmi iparvágány, ami normál nyomtávú volt, és itt volt egy vágány átszelés. Szóval arról jött az István Malmi vontatóvágány, ami normál nyomtávú volt, és
A kisvasút pedig erre jött, és nem, hogy itt szintben keresztezték egymást, és hát az István Malmi az vagy 10 évvel túlélte a nagyvasutat, már csak 1971 után számolták föl. Ezek pontosan itt ezen a nyomvonalon ment a kisvasút, itt látszik. De hát itt ennyi maradt meg belőle. Itt a vasútas művelődési ház előtt vagyunk. Ugye itt is van. A vasútas művelődési ház, itt ilyen teleposztal kiállítások minden vannak, és még 2012-ben, mikor, sőt aztán 2013-ban is volt ilyen, hogy amikor zajlott itt a mozdonyparádia vasútállomáson, akkor ide repülővágányokból egy ilyen 60 méternyit visszaépítettek az egykori kisvasútból. Ott egy Mercedes. Tehát ugye nem 760-as, hanem 600-as nyomtában ugyan, de visszaépítettek egy ugyan kb. 50-60 méternyi vágányt, és azon vonat közlekedett. Ilyen egy téglagyári kuli mozdony, meg pár kocsi, és akkor így oda-vissza tiritolizott. Erről is van videóm, keressetek rá. Egyébként ez egy teljesen magántársaság csinálta, ez az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak. És hát ott van szemben a vasútállomás. És így jött a kis vasút is, majd mindjárt mutatom, egy kicsit közelebb meg, és akkor majd még beszélek róla. Szóval itt vagyunk Békéseván, a vasútállomás előtt, és egyébként egykoriban itt is megvoltak a keskeny vágányok, sőt, még normál nyomtávú vágányok is jöttek ki arról, ez régi képeken nagyon jól látszik, és a kisvasúti pályaudvar az ott a mostani buszpályaudvar helyén volt. Ott volt rendezés, és Békéscsabai központ volt az egész Alföldi első gazdasági vasút, és innen indultak ki minden irányba. Tehát egy másik ága az így Szabadkígyós, meg Újkígyóson keresztül ment Kaszapelve, ment egy másik Orosháza fele, és Orosházánál is volt egy kisebb központ, ott Pusztaföldvár fele is volt szájvonal, meg Tótkomlós fele is volt. És egyébként megvoltak a tervek a bővítésére is, még az 50-es években is, tehát lett volna majd Doboz fele is, meg Békésből lett volna még egy szájvonal mezőmerényig is, Réberényen keresztül aztán Gyomáig is elvitték volna, vagy Köröstartsáig, illetve a másik ága pedig Kondoros fele ment volna innen Békésből felől. Úgyhogy ugye voltak itt tervek a fejlesztése, meg bővítése is, de hát aztán sajnos ezek nem valósultak meg. Van akkor ez a Alföldi első gazdasági vasutat bemutató videóm, ez ennyi lett volna, elérkeztünk Békéscsabára, Békéscsabáig sikerült bejárni a nyomvonalat. Hát majd egyszer, hogyha lesz rá időm, akkor Vésztőfele is megcsinálom. Két Vésztőfele most azért nem mentem, egyébként az volt a tervem, hogy Vésztőfele megyek, csak hála itt a járványügyi menetrendnek, a Szeghalom fele, meg Püspökalany fele is kinyílták a vonatok nagy részét, így nem tudtam volna olyan időbe menni, hogy tovább tudják menni a vonatpótló buszon, meg ugye tudjátok, biciklit nem lehet vinni, tehát így ez most kiesett. Úgyhogy most sikerült ilyen Békéscsabáig bejárni. Hát köszönjük, hogy ezt a videót is megnéztétek. Sziasztok!